A több nemzetiségű település kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és bemutatása a célja a Bács-Bokodi Hagyományőrző Egyesületnek. A falu múzeum korábban a helyi általános iskola zárda épületében kapott helyet, de az hamar szűkösnek bizonyult. Az önkormányzat egy önálló ingatlant vásárolt, ahol a Bács-Bokodi helytörténeti gyűjtemény végleges elhelyezését tervezték. A Magyar Falu Program falusi civil alapján elnyert 6 millió forintból, valamint a Bács-Bokodi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok további csaknem 8,5 millió forintos támogatásából valósult meg az ingatlan teljes körű felújítása. A Falu Múzeumnak a célját 2012-ben a Hagyományőrző Egyesület megalakulásakor fogalmaztuk meg. Ezt követően egy éven belül létre tudtunk hozni egy helytörténeti gyűjteményt, együttműködve a nemzetiségi önkormányzatokkal, a német önkormányzattal és a horvát önkormányzattal, valamint a nagyközségi önkormányzattal. A helyszínt az általános iskola biztosította számunkra. De ezt a helyszínt egyrészt hamar kinőttük, a tárgyegyüttesünk olyan magas tárgyszámmal bővült időközben, hogy nem tudtuk elhelyezni az adott alapterületen. Másrészt 2019-ben az iskola felújításán esett át, így be kellett dobozoljuk, el kellett költöztessük onnan a kiállítást. Ez volt az a fordulópont, amikor meg kellett hozni a döntést, hogy egy önálló épületet vásárol a község a helytörténeti gyűjtemény kiállítása céljából. Ez egy nagy polgári parasztház, amiben most itt, annak az udvarán itt állunk. Ebből 204 négyzetméter belső lakóteret alakítottunk most ki bemutatás céljából. Ennek megfelelően kialakításra került ugye a szokásos konyha, a női részleg mondjuk így. Egy helyiséget biztosítottunk a házipar számára, egy német tájszobát, egy bunyavác tájszobát hoztunk létre, valamint mivel ez alapvetően egy polgárosodó nagygazdának a háza volt, így egy polgári társalkodó szobával is berendeztük ezt az ingatlant most. A berendezés mondhatni 90%-ban a helyi lakosoknak a felajánlása volt. Mihelyest 2013-ban megnyitottuk az első helytörténeti gyűjteményünket az iskola épületben, onnantól nőtt a lakosok bizalma a kezdeményezés felé, tetszett nekik, amit láttak, biztosítva látták azt, hogy a hagyatékuk, a régen őrzött relikviáik biztos kezekbe kerülnek, így egyre többen ajánlottak fel újabb és újabb tárgy anyagot, amivel tudtuk bővíteni a kiállítást. Bács-Bokod idén kettős évfordulót ünnepel. A helyi Vikics német tánccsoport 15, a bács-bokodi fúvós zenekar pedig 45 éves. A kedvezőtlen időjárás miatt a néptánccsoportok és a fúvós zenekar nem a falu múzeum udvarán, hanem a Meitz Ferenc művelődési házban mutatták be produkcióikat. Az elmúlt években is bebizonyosodott, hogy azok a települések lehetnek sikeresek, ahol tudják, mit akarnak, és össze is tudnak fogni a közös céljuk megvalósításáért. Bács-Bokod ilyen település, alakítják jövőjüket, tisztelik és ápolják hagyományaikat, mondta köszöntőjében Zsigó Róbert államtitkár. Bács-Bokodon már 2014-ben létrehozták a helyi értéktárat, és ennek köszönhetően az elmúlt 7 évben a Hungarikum pályázatokon többször is sikerrel szerepelt a település.